1960 egyik mozgalmas reggelén folyékony oxigén burkol baljóslatú ködbe egy kilövő állomást. A Szovjetunió arra készül, hogy nagy lépést tegyen előre a kezdődő űrversenyben. A kazaksztáni sztyeppe mélyén több száz mérföldnyire a civilizációtól és egy egész világnyira a nyugat szemétől egy erőteljes új rakéta mutat az ég felé. Két korábbi próbálkozás kudarcba fulladt. Elhatározták, hogy ezúttal sikerülni fog, bármi áron. A Sputnik fellövése lázas űrkutatási korszak kezdetét jelentette. Míg az amerikaiak a Vanguard rakétákkal küzdöttek, a szovjetek űrutazásra küldtek egy Laika nevű kutyát. Holdszondáik ámulatba ejtették a világot. 1959. szeptemberében érték el a Holdat, majd egy hónappal később fényképfelvételeket készítettek annak sötét oldaláról. Az Egyesült Államoknak sikereik voltak az Explorerrel és a Rangerrel, de nyilvánvaló volt, hogy messze a szovjetek vezetnek. A rakéta készen állt a fellövésre. Nikita Hruscsov elnök New Yorkban egy ENSZ konferencián vett részt, és mohón várta az újabb szovjet sikert, míg Amerikában van. Kazaksztánban végre kellett hajtani a fellövést minden áron. A visszaszámlálás alatt működési zavart fedeztek fel. Normális körülmények között ez a fellövés elhalasztását eredményezte volna, ma azonban nem. Üzemanyag árasztotta el az indító rakétát. Néhány perc múlva a keverék felrobbant. A pokoli lángtenger közel 200 életet követelt. A világban mendemondák és találgatások keringtek, mostanáig. Megmagyarázhatatlan halálok, szívszaggató események az űrben, jelenségek, melyek évtizedekig talányok maradtak a világ előtt. Ezek az akták hosszú időn keresztül vasfüggöny mögé voltak zárva. Most végre felkutathatjuk a rejtélyeket, és napvilágra hozhatjuk a titkos orosz űrprogram legsötétebb misztériumát. Vörös világűr. A titkos orosz űrprogram. Élet és halál. A szovjetek és az amerikaiak kezdettől fogva megdöbbentették a világot űrprogramjaikkal. A dicsfényt azonban elhomályosították a katasztrófák. Időről időre halálos politikai döntések, emberi természet és végzet döntötte le a technikai tökéletesség mítoszát. Míg a rakéták egyre nagyobb magasságokba ragadták az emberiséget, az elhalványuló lángok arra emlékeztetnek bennünket, hogy ebben a veszélyes törekvésben az elhibázott indulás gyakran végzetes lehet. Az űr nem elnéző. A legkisebb számítási hiba oda vezethet, hogy a vér pillanatok alatt felforr, vagy a megrongálódott űrrakéta és utasai magára hagyottan keringenek az űrpályán, míg az élet lassan tovaszáll. 1967-ben a Holdra tartó nagyversengésben elkerülhetetlen volt, hogy valaki ne kövessen el hibát. Halálos hibát. Az amerikaiak hibás lépése az Apollo 1 asztronautáinak tűzhalála volt. Ezután következtek a szovjetek, az egyik asztronauta repülés közbeni halálával. Nem csupán személyes tragédiákról és fájdalomról van szó. A robbanások a kilövő állomáson, végzetes számítási hibák és létfontosságú felszerelések meghibásodása, az élet és halál közötti határ néha nagyon-nagyon keskeny. A végzet néha mosolyog. Máskor megvak. Végül sikerült összerakni a szovjetek legkatasztrofálisabb baleseteiről szóló igaz történeteket. A rakéta, amelyik azon az 1960-as sorsdöntő októberi napon a kilövő állomáson várakozott, a 12-16 ICBM volt. Kuzmics Jangel dédelgetett terve. A rakétát arra tervezték, hogy halálos nukleáris robbanófejeket szállítson az Egyesült Államok területére. Ez volt Jangel első tesztje az újonnan épített Bajkonúri kilövő állomáson, és a nagy októberi forradalom évfordulójára tervezték.
A rakéta haderők főparancsnoka Nedelin marsal volt. Ő maga vezeti a tesztelést. Számos vezető katonatiszt és rakétatervező van jelen, hogy tanúja legyen a történelmi kilövésnek. A kilövés azonban elmaradt. Egy elektromos hiba tönkretenni látszott az egész küldetést. Az előírás szerint a technikusoknak hatástalanítani kellett volna az indító rakétákat és leengedni az üzemanyagot. Ez azonban több hetes késést jelentett volna. Nedelin és a Prestige számára a kudarc nem volt megengedhető. Szergej Hruscsov édesapjától, a korábbi elnöktől, Nikita Hruscsovtól hallott a balesetről. Mivel azt gondolták, hogy biztonságos, a marsal fogta a székét és leült a rakéta alá. Aztán az összes többi ember összegyűlt körülötte. Ez bolondság volt. Őrültség. Nedelin marsal önbizalma valóban hiába valónak bizonyult. Miközben a mérnökök megpróbálták kijavítani a hibát, véletlenül működésbe hozták az indító szerkezetet. A motor működni kezdett. 150-160 tonnányi anyag kezdett égni. És mindent felégetett. A kilövő állomás másodpercek alatt pokollá változott. Amit látnak, az valóban a katasztrófa. 126 ember azonnal meghalt. Köztük Nedelin is, a felismerhetetlenségig szénné égett. További 50 ember később halt bele sérüléseibe. A világ legnagyobb rakéta katasztrófája. Míg a megégett áldozatok hiába próbáltak kijutni a pokolból, voltak, akik egyenesen a tűz középpontja felé tartottak. Nem a társaik megmentésére igyekeztek, sokkal fontosabb feladatuk volt. Azért kockáztatták életüket, hogy kimentsék ezt a lángoló dobozt. Lehet, hogy egy napon majd arra is fény derül, hogy mit tartalmazott. Addig a napig azonban ez is olyan megmagyarázhatatlan titok marad, ami a szovjet űrprogram archívumaiban szunnyad. A halálos áldozatok számát tekintve, az űrtörténelemben nincs a Nedelin katasztrófához fogható tragédia. Ez azonban nem csupán az ők tragédiájuk volt. 1969-ben a szovjetek a második generációs marsszondák fellövésére készültek. Az Egyesült Államok előre tört a holdversenyben, így egy sikeres marsszonda megfelelő válasz lenne. A szondákat az új, nagy erejű Proton gyorsító rakétának kellett volna szállítania. Ez háromszor olyan megbízható volt, mint a korábbi gyorsító rakéta, és háromszor annyi baj volt vele. Bár a tervezők csupán 50%-os sikert jósoltak neki, a politikai erők úgy döntöttek, érdemes megkockáztatni. A három kilövés közül egyik sem volt sikeres. Az a kísérlet, aminek itt a szemtanúi lehetnek azonban, majdnem végzetes volt. Szerencsére a rakéta a bázis egyik lakatlan körzetébe csapódott be. A számtalan más kísérlet hagyatéka olyan gyorsan a semmibe veszett, mint ahogyan elszállt az égő roncsok körül a füst. Mint az 1980 márciusi Plesetsky fellövési tűz, ami mai napig a rejtély homályában van. A robbanásról és a tűzről készült filmeket megsemmisítették, és fotózni még az áldozatok temetésén is tilos volt. Alexander Kossuk emlékébe örökre bevésődött ez az élmény. Fél órával a kilövés előtt ment le ezeken a lépcsőkön egy föld alatti bunkerbe. A szovjetek egy kémműhold fellövésével próbálkoztak, amikor oxigénszivárgást észleltek. A biztonsági eljárás követése helyett mindössze egy olajos rongyot használtak a szivárgás időszakos megszüntetésére. Ez szinte azonnal lángra lobbant. Volt egy nagy robbanás, és a bunker megtelt lánggal és forró gázzal. Aztán egy másik robbanás, egy harmadik.
Az indító rakéta körül szinte az összes ember, az egész elhárító csapat odaveszett. 49 ember. A szovjetek mindentől megszabadultak, amit a lángok nem tettek tönkre. Sikerült megsemmisíteniük minden bizonyítékot. A fájdalmas emlékeket azonban nem tudják eltörölni. Ezt soha nem lehetett elfelejteni. Hogyan lehet megemlékezni ezekről az áldozatokról, hiszen ők hivatalosan nem is részei a szentséges történelemnek? Az elhomályosító hazug politika gyökerei mélyen a múlt évtizedeiben erednek. Az 1960-as évek elején az amerikaiak a kétszemélyes German Eye űrhajó fejlesztésén dolgoztak, míg a szovjetek a saját nagyobb űrhajójukat, a Szojuszt fejlesztették. Hruscsov azonban még több űrelsőségre vágyott. A mérnökök hamarosan előálltak a Vászhoddal, a Szovjetuniónak pedig további űrsikerekre volt szüksége, hogy legyőzze első számú riválisát. A Vászhodot háromtagú legénysége volt hivatott az űrbe vinni. Amikor a Vászhod egy landolt, Leonid Brezhnev lesöpörte Hruscsovot a Szovjetunió színpadáról. Az űrverseny folytatódott. A Vászhod 2 szovjet űrhajót 1965. március 18-án lőtték fel. Az első űrséta alkalmával Alexej Leonov űrhajós a világ figyelő szeme előtt tett egy lépést a végtelenben. Azt azonban kevesen tudják, hogy az első ember, aki az űrben sétált, kis híján az első lett, aki ott halt meg. A szovjet űrkutatás történelmének egy újabb megrázó titka, ami csak nem régen került napvilágra. A Szovjetunió összeomlása után a hidegháborús korszak számos tévedése a semmibe veszett. Annak érdekében, hogy a korábbi szovjet tagállamok a szabadpiacon értékesíthessék kilövő állomásaikat, nyilvánosságra kellett hozniuk a titkokat. Részletes elemzésekkel kell szolgálniuk úgy a kudarcokról, mint a sikerekről. A felfedetlen titkok egy része az űrverseny korszakából származik. Mások a világ nagy megdöbbenésére a hidegháborús korszak után történtek. A legsikeresebb indítórakéta két 1996-os robbanása csapást mért az orosz megbízhatóságra. Az űrprogram csatalovának tartott Soyuz U rakéta több mint 1100 űrhajót lőtt fel. A nyomozás kiderítette, hogy mindkét balesetet meghibásodott alkatrész okozta. Az ilyen hibákat látva könnyű megérteni, miért próbálják eltitkolni a kudarcokat a gazdasági túlélésért küzdő függetlenné vált tagköztársaságok. A múltban politikai okok homályosították el az igazságot. A szovjet társadalom nyitása után a világ megtudhat valamit erről a rejtett múltról. Ez a történelem tele van kudarcokkal, hibákkal, elfeledett hősökkel, ismeretlen, eltitkolt információkkal, amik életeket menthettek volna meg, ha feltárják őket. ...1965 márciusában Alexej Leonov lett az első ember, aki az űrben sétált. A világnak tetszett a sikere. Arról azonban kevesen tudtak, hogy milyen közel került a végső elbukáshoz. Amikor Leonov visszatért az űrhajóhoz, egy előre nem látott problémával találta magát szembe. Az űrruhája a vártnál jobban felfújódott, képtelen volt a karját vagy a lábát hajlítani. Reménytelenül lebegett, anélkül, hogy a testét vissza tudta volna irányítani az űrhajóba. A végtelenben lebegve kezdett pánikba esni. Amint a pulzusa és a légzése emelkedett, a teste egyre inkább ellankadt. Úszott az izzadságban, a sisakrostája homályos lett. Vállalta a kockázatot és csökkentett a nyomáson a ruhában.
Így képes volt átpréselni magát a légkamrán. Alig sikerült életben maradnia. És Leonov odüsszéjája ezzel még nem ért véget. Visszafelé jövet a fő rakétafékező rendszer összeomlott. Ezután meghibásodott az irányító rendszer, és az űrhajósoknak kézi vezérléssel kellett landolniuk. 2000 mérfölddel a pályán kívül az urali tajgákban landoltak. Az éjszaka közelettével a hőmérséklet 0 fok alá csökkent. Farkasok keringtek körülöttük. Összebújva aludtak, a fagypont alatti hőmérséklet és a farkasok fenyegetése közepette. Több órai borzalom után végül egy légijárőr megmentette őket. A nyilvános szereplés alkalmával a szovjet űrprogram kedvéért Leonov egy jó sót játszott el. Nem említette azokat az eseményeket, amelyek majdnem az életébe kerültek. Ez az elhallgatás majdnem sokba került Amerikának. A NASA utol akarta érni a szovjeteket, ezért sietett űrsétára küldeni a saját űrhajósait. Az elsők közül az egyik Eugene Cernan ugyanezt a borzalmas élményt élte át, mint Leonov. Az életéért küzdött egy olyan űrruhában, ami az űr légüres terében nem működött megfelelően. Nem ez volt az első eset, hogy az űrkutató állomások közötti titkolózásnak szörnyű, sőt halálos következménye lett. Az első űrhajós csapat legfiatalabb tagja Valentin Bondarenko volt. 1961. márciusában egy izoláló kamrába vonult. 10 napon keresztül tiszta oxigénben evett, aludt és dolgozott. A teszt tökéletesen működött az utolsó napig, amikor is a fiatal űrhajós csomagolni kezdett. Egy alkoholba mártott tamponnal távolított el néhány érzékelőt a testéről, majd a tampont a szemét kuka felé dobta, de elhibázta a dobást. A tévedés végzetesnek bizonyult. A tampon a forró főzőlapra esett, amin az ételt készítette. Lángok csaptak fel, és felemésztették a tiszta oxigént. Halálos pokollá változott a kamra. Közel 30 percen keresztül az űrhajós elevenen égett, mi alatt a mentők a lezárt ajtó felnyitásával küzdöttek. Az összeégett testben még volt némi élet, amikor végül kihúzták. Dr. Vladimir Gojakovszky volt a szolgálatos orvos, amikor Bondarenkót bevitték a kórházba. Nem volt bőr a végtagjain, a testén, az arcán. Nem volt haja. Nem volt szeme, és ajka sem. Teljesen meg volt égve. Ennek ellenére sikerült beszélnie. Láttam, hogy mozgatja az égett ajkait. Az arcához hajoltam, hogy halljam, mit mond, de nehéz volt közel hajolni hozzá. Olyan borzalmas szag volt. Azt mondta, túl sok a fájdalom. Kérem, szüntessék meg a fájdalmat. A valamikor életerős űrhajós 16 órán keresztül szenvedett pokoli, csillapíthatatlan